füleseket kér a játékosokról, csapatjátékról. Nos, Móri Imre ilyen, hiszen ő 25 éven keresztül edzősködött Svédországban, és most az ő mikrofonját is bekapcsolom. Félig svéd, félig magyar szemmel, vagy hát azért teljesen magyar szemmel, hogy ítéled meg az első fél időt? Nagyon tetszett a magyarok játéka, meglepő volt számomra, hogy mertek tartani a labdát, és a svédeknek a nagy lendületét le tudták fékezni. Viszont hiányolom, hogy nem mernek bátran támadni. Ez a mai svéd válogatott nem olyan, mint a világbajnokságon volt. Ezt Kálmán barátomnak is elmondtam, mert az izlandiak ellen, sőt a svájcoknak a második fél időben is lehetett látni ingadozást. Remélem, hogy a második fél időben bátrabban fognak játszani, és ez az 1-0-as hátrányt be fogják hozni. Hát reméljük, hogy így lesz, bár ez meglehetősen merész dolognak tűnne. Egyébként Móri Imre a magyar csapat hivatalos kísérője is itt, tehát mindenben segít, ami a csapat körül van. Itt a holland játékvezetőt láttuk, és a játékosok már kint vannak a folytatásra. Tehát Brolina gólszerző a 43. percben, egy védelmi kihagyás után, és így vezet a svéd válogatott. Minden esetre a mieinknél valóban én azt mondom, hogy egy-egy kulcsember, ha többet nyújtana, akkor szorosabb is lehetett volna a mérkőzés, annak ellenére, hogy valóban egy-két esetben szerencsénk volt az első fél időben. De hát végül is erre szokták mondani, hogy a szerencse is hozzátartozik a játékhoz, más kérdés, hogy jó csapat meglovagolja a szerencséjét esetleg. Minden esetre ez már hazai tanulság, még ha most idegen légiósok is játszanak a magyar válogatottban, hogy általában a magyar játékosok nincsenek ahhoz hozzászokva, vagy 90 percen keresztül koncentráljanak, és így én úgy érzem, hogy egy nehezebb második félidő elé nézünk, még mondom akkor is, ha a játékosok túlnyomó többsége idegen légiós, tehát külföldön focizik. És hát természetesen a svédek sem hiszem, hogy ráülnének erre az 1-0-ra, megelégednének ezzel az eredménnyel. Úgyhogy bizony-bizony figyelni kell erre a második 45 percre is, amely most már elkezdődött. Term. Brolina gólszerző, és átforgatja a Roland Nilssonnak, aki nem jött annyit előre, mint szokott Dalin. Két emberrel birkózik, és Lőrinc ellen a szabadrúgás, amit el is végzett Dalin. Brolin, Kenneth Anderson, mozog-e valaki? Senki, mindenki várja, hogy ő majd mit csinál vele. Roland Nilsson emeli fel a labdát. Bánfi fejelte tovább, és Bánfi emeli most ki. Roland Nilsson hátra. Schwarz most már. Anderson, Schwarz, Kenneth Andersontól pattan el, aztán utána megy, Mészői próbál közben nyúlni, Komark még egyel hátrább, Dalinnak fáj a lába, lesétált egyelőre a vonal mellé, mint látható, de visszaáll azért, a játékvezető engedte, illetve megadta neki a jelet, hogy visszajöjjön Roland Nilsson. Brolin nem dőlt rá eléggé, így pontatlan az indítása. Détári. Szabadrúgás a javunkra. Bánfihoz kerül hátra a labda. Megint a svédeké lehet. Term, Lipcsei fejeli el. Urbán, Détári állította meg. Détári most már. Kiprich, lendületből talán többre menne, így visszaadja a labdát, Détári is belelépne. Kenneth Anderson. Dalin megmenti még, Brolin. Szabad a baloldal, Dalin sprintel. Brolin és Dalin kint a baloldalon, ez Lőrincé lehet. Jó is, Kozma. Urbán. Lipcsei. Ő is játszhatna bátrabban. Kiprich. Urbán.
Mészöly. Dúró most már, átvesszük a svéd mintát, a túl sok passz a támadás indításnál. Roland Nilsson, Larsson, Dúró mellett. Két emberrel csatázik egyelőre, Bánfi, és a svédeké marad a labda. Bedobás. Détári, szabadrúgás a javunkra. Rátartottak Dúró lábára. Urván. Klaus. Détári, Urbán. Negyedik perc a második félidőben. Kipri befelé indult volna, és kiviszi végül a labdát. Svéd bedobás. Ravelli, kedvencének, Nilssonnak az első félidőben 25 perc volt a tényleges játék a 45-ből. 62%-át ennek az időnek a svédek birtokolták a labdát, 38%-ban volt nálunk a labda. 10 támadó perce volt a svédeknek, 3 támadó percünk nekünk. Most Brolin támad, és gurítsa tovább, Dalin gól a helyzetben. Kiengedi szerencsére. Kisodródik. Szabadrúgás, és Urbán kap sárgát. Tehát ez a második sárgája, mert egyet már kapott a török mérkőzésen. Második félidő, 5. perc. Több fejelő ember megint, és a labda mögött Term. Dálinben középen, még ezt akár kapura is lehet csavarni. Kenneth Anderson keresik, Larssonnak fejelik le. Roland Nilsson ugyanoda vissza. Anderson, és ez Petri. Egy nulla arányban vezet továbbra is Svédország. Három ember is lesen. Bánfi, Svensson kapitány és a svéd kispad. Brolin fejeli vissza a labdát. Mészöly. Schwarz perdíti tovább, lehelet finom mozdulatta a bokából. Björklund, Anderson, Roland Nilsson, Dalin, Lőrinc sodorta el, szabadrúgás. Dalin egyébként remek érzékkel játszik rá a szabálytalanságra. Megerősítve a játékvezetőt abban, hogy jól döntött, és hogy ezt kell döntenie. Schwarz, Kenneth Anderson érkezik, kéz. Szabadrúgás a magyar válogatott javára. Dalin azt reklamálta, hogy lökték. De hát volt ott egy kezezés közben, egyértelmű, még akár lapot is lehetett volna neki adni érte. Björklund, Larsson, röviden, Lőrinc, Larsson megy a labda után és szerzi vissza. Détári aztán egy indítás Kiprichnek. Kozma fut gőzerővel, Kiprich meghúzza közben. Détári, Roland Nilsson. Dalin van elől. Lipcsei, ez is lap, tehát ő is besárgul a következő mérkőzésre, mert a törökök ellen is volt lapja, és most is van lapja. Második félidő, 7. perc, és ezek a jelek most nem a legkedvezőbbek.
mintha elfáradt volna egy-két játékosunk, attól, hogy az első fél időben állandóan összpontosítani kell. Durvábban is játszunk, Kenneth Andersont lökik ki. Ez jó, hogy megúsztuk. Détári a kidobás. Björklund már a labdával. Tern az indítással, Dalin elfejelte szerencsére Larsson elől. Brolin némi segédlettel tudta levenni a labdát. Ugyanoda vissza az ívelés. Szabadrúgás befelé. Nem engedte a labdához Mészőt Kenneth Anderson. Inkább feltartás volt, mint lökés. Így viszont egy veszélyes svéd szabadrúgás, ez nem kétséges. Meleg pillanatok a Rosunda stadion fagyos éjszakájában. Brolin, Tern és Schwarz hármas. Schwarz ellövi, gyenge. Marad az 1-0. És svéd fölény a második félidőben egyelőre. Ebben a játék részben a felező vonalon sem nagyon mentünk át. Tern indít. Kozma fejeli el a labdát. A svédeknek jó a bedobás. Tern, Dalin megpróbál lefordulni, Dalin és maga lép ki, Lőrin jó ütemben lép közben. Az első félidő elején azt mondtam, hogy nem tudjuk megtartani a labdát, most végképp nem. És kérdés, hogy ezt meddig lehet bírni. Tern fejeli vissza, csúsztatott fejes Dalin. Brolinnal akart összjátékot kezdeni. Petri már a labdával közben. Björklund volt a határozottabb, itt Lipcsei, Schwarzal csatában Tern. Középpályán minden labdát áthoznak a svédek. Sok a szabálytalanság. Így tudjuk csak megállítani. Pedig nálunk 5 ember van a középpályán. Ellentétben itt a szabadrúgások aránya 28. A svédekkel, ahol csak Brolin, Tern és Schwarz. Schwarz szabadrúgása, Kenneth Anderson fölfejeli még, aztán megpróbálja levenni, Détári hozza ki. Befutják és elveszik előle. Hát ez nem lenne szabad. Tern. Roland Nilsson szlalomozik a 16-oson belül. Roland Nilsson még. Ah. A 9. svéd szöglet következhet. Tern fejeli le. Brolin előtt a labda, és ez mindig bajt jelent. Aztán Dalin próbálja megjátszani. Mészői rúgja ki végül. Marad az 1-0, és meleg második félidő Halmai közben. Bánfi fejeli föl. Dalin nem találja el. Brolin keményen! És Dúró vágja ki. Eddig nem lehet azt mondani, hogy ne féltem volna jogosan a második félidőtől. Mert gyengébb teljesítmény nyújtunk, mint az elsőben. Magunkra húzzuk az ellenfelet, nem tudjuk megtartani a labdát, és zsinórban a helyzetek. Brolin, Mészői rúgja el. Larsson indulna, Dúró, Détári.
Urbán. Ő jól indul most előre. Urbán még. Kiprics elengedi, és ez jó. Kozma. Kozmához kerül vissza. Csere lesz a magyar válogatottban. Lipcsei helyett jön Halmai. Ő volt az egyik, akire mondtam, hogy többet vállalhatna, bátrabban játszhatna. Második fél idő tehát, csere a magyar válogatottban. Tehát nálunk most a labda, Détári teszi vissza. Détári óriási helyzetben, hova viszi még? Détári, Ravelli! Egyenlítési lehetőség volt, de mekkora, Klaus! Nem sok ilyen helyzetünk lesz, az biztos. Zálin fejeli tovább. Petri. Itt az a nagyon nagy helyzet. És a végén kisodródva már csak erre a lövésre futotta. Schwarz mellett Kozma teszi tovább a labdát. Kiprics. Ez is jó. Urbán érkezik. Létszámfölényben vagyunk. Urbán! Most azt lehet látni, amire a taktikánkat építettük volna. Nem véletlenül kiabál Ravellis. Nevezetesen a svájci mérkőzésen is ez volt a svéd csapat baja, hogy ha nagyon előre mennek, és nem zárnak vissza az elsősorban támadó középpályások, mint Brolin, vagy akár Tern is, akkor a két középső védőre lendületből rá lehet vezetni a labdát, zavarba osztható, különösen Anderson nehezebben fordul, és a svájciak ezt nagyszerűen kihasználták. Halmai. Tehát a recept tulajdonképpen adott lenne. Fél óra van még hátra a mérkőzésből, de mi hiába tudjuk, hogy mit kéne csinálni, ha egyelőre itt a megvalósítással vannak gondok. Kiprics kint van. Pedig a hangulat nem félelmetes, 28 ezer néző van a stadionban, az imént ezt közölték. Anderson, Roland Nilsson, Brolin, Dúró mellett próbálkozik. Kenneth Anderson. Az iménti fejes szerzője, aki pedig beadta a labdát, és az gólt szerezte, az eddig egyetlen gólt, Roland Nilsson, Dalin, Klaus előzte meg, Lőrin szúgja föl a labdát, szabadrúgás rátartásért. Dúró, Détári, Brolin röviden, Roland Nilsson. Tern. Komák. Lőrinc aláfut, Kenneth Anderson leveszi, és csúnyán ellövi. Azon morfondírozom közben, milyen érdekes. Mondták, hogy a svédeknél is van olyan játékos, aki ha válogatottba kerül, akkor szinte megbénul. Hát nálunk Détári ilyen. Az utóbbi 15-20 válogatottságánál nem az igazi. Détári, pedig hogy kéne ennek a csapatnak egy igazi jó rutinos karmester, aki összefogja őket, aki biztatja őket. Nehéz lesz megtalálni minden esetre Mésző Kálmánnak. Roland Nilsson. Brolin.
Détári mellett indul, aztán Dúró mellett is elviszi a labdát. Megrázta tehát magát egy kicsit. Roland Nilsson, Dalin, Nilssonnak vissza, Nilsson. Ezek a távoli lövések szerencsére jócskán elkerülik a kaput, de jócskán. Enyhült a svéd nyomás egyébként. Tizennyolcadik perc a második félidőben, Klaus, Détári, Björklund vissza, Bánfi megelőzte Dalint. Klaus játszotta el az esést, Mészöly, Brolin, szép volt Géza. De most kéne jól megjátszani, és nem így, Brolin, erős, Dalin, Petri! Bravúr! Gyönyörű szép védés volt. Halmai fordul közben. Szabadrúgás a javunkra. Kipris. Urbán megint ott a résben középütt, és eladja. Larsson. Brolin tisztán, Dúró elől ragad. Roland Nilsson, ezt a közönségnek játszotta egy kicsit, Brolin. Ez az iménti szenzációs Petri védés. Tem szabadrúgása. Roland Nilsson sarokkal. Ezek a közönségnek szóló dolgok elsősorban, nyilvánvaló, hogy így sarokkal kapura oxizni a labdát kevésbé veszélyes, mint ha mondjuk meglövi, de ez legyen a svédek baja természetesen. Tern indít, Larsson, Kozma lépés hátrányban, Dalin meg Lőrinc mögött, Halmai. Marad az 1-0 a svédeknek, 20 percet tart a második félidő. Kozma. Détári, Komark, Halmai vissza, Tern is vissza, kis kiszorítózás, Bánfi. Urbán. Dúró mehet. Détári teszi neki vissza, Dúró még. Svéd bedobás következik. Brolin. Dalin. Négy magyar veszi körbe, Brolin rúgja előre, Larsson. Kenneth Anderson. Ott nincs senki sem. Maradt tehát a minimális védelőny még az első félidőben szerzett góllal. Lőrinc, Urbán, a közönségnek, a helybeli közönségnek ez kevés, ez érződik a visszatásból. Halmait előzte meg Björklund. Mésző Kálmán kiabál. A bedobást még nem végeztük el, azért lehetett ezt a képet mutatni, itt már Kozma a labdával, aztán Kiprich, Patrick Anderson, Halmai, vissza Kozmához, Kozma még, Björklund, és kivágják a svédek, Dúró teheti, kész, és ez lap, abszolút szándékosan, ez helyzet lehetett volna, és 19 méterről egy nagyon-nagyon jó szabadrúgás nekünk. Hát itt most a játékvezető hibázott, mert Détári elől elütötte Roland Nilsson a labdát. No,
Hát, ha egy jó szabadrúgással valamit most vissza lehet hozni. Détári, Dúró, Urbán a labda mögött. Détári, Ravelli! Hup. Ez a fiú most nagyon nagyot védett. Egy remek szabadrúgás, egy nagyon-nagyon jó szabadrúgás szól ki, pedig elindult már a másik sarokba. Marad az 1-0. Klaus. Halmai a labdával. A bedobás szöglet lesz. Az ötödik szögletünk. Ez egy váratlan lehetőség volt, ez a kezezés. Kár, hogy nem sikerült kihasználni. Tomás Ravelli, aki még 4-5 évig akar védeni, és mindenfajta válogatottsági rekordot meg akar dönteni, nem csak Svédországban, mert itt már ő a csúcstartó. Ravelli! A legnagyobb vetélytársa Lothar Matthäus ezen a téren, az ugyancsak aktív még, és Matthäusban is benne van jó néhány válogatottság. Jó 20 perc van hátra, nagyjából a második félidő derekán, svéd vezetésnél. Schwarz. Roland Nilsson. Kenneth Anderson. Brolin inkább hátra. Komark. Stern. Kenneth Anderson. Mehet tovább, Roland Nilsson tűnik föl, Dúró jön most ki rá. Brolin megy, beteszik a háta mögé már, mint Bánfi háta mögé. Dalin! 2-0. Brolin hogy megrázta magát megint? És aztán ott marad lent, és mutatják, hogy valami baj van, gyorsan menjen a segítség. Itt csak fölírja a játékvezető az adatokat, tehát nincs lapoztás. Brolin megy el, Bánfi háta mögé beívelik a labdát, nincs kezezés. Beteszi még, és alig, ha nem a bokája fordul ki, ahogy így becsavarodik középre, Dalin lövi be. Ráül a saját lábára, ott látható, hogy kifordult a gyep is, tehát megsüllyedt a gyep, kifordult a bokája, és ráült a saját lábára. Tomás Brolin, ez még súlyosabb sérülés is lehet. 2-0 ezzel együtt a svédeknek. Vagy a térde, vagy a bokája, tehát mindenféleképpen a forgó mozgásból adódik a sérülés. Nem is engedik, hogy mozgassa egyébként a lábát. Itt látható a térd, és ezt a lábát nem engedik, hogy mozgassa. Egy nagyon tehetséges, nagyon fiatal játékos még, csak kívánni lehet neki, hogy ne legyen súlyos a sérülése. Ha még egyszer megmutatnák, az a bizonyos forgó mozgása egészen elképesztő volt. Szinte a fizikai törvényszerűségeknek mondott ellen, és ez volt a gond. Stefan Rehn áll be egyébként. Na majd itt lehet figyelni, most tessék majd nézni a bal lábát, nem a levételnél, hanem itt, amikor beadja, ez ráül a saját kicsavarodott bokájára. Döbbenetes.
ez volt az egyszerűbb, és lám-lám milyen rosszul találta a Dálin a labdát. És ezzel együtt bement, és ezzel együtt 2-0 a svédeknek. Dúró a labdával.